Az Országos Magyar Vadászkamara a zászlajára tűzte az idei évben azt, hogy a hivatásos vadászokkal kiemelten foglalkozik. Ez nem jelenti azt, hogy az elmúlt években ne foglalkoztunk volna a hivatásos vadász akik alapvetően a szakmánk letéteményesei. A szabadidős tevékenységünk nekünk sportvadászoknak azon alapul, hogy a hivatásos vadászok biztosítják számunkra azokat a lehetőségeket, azokat a vadgazdálkodási adottságokat, amik miatt mi is büszkék vagyunk hazánk vadgazdálkodására. Nagyon fontos az is, hogy az Országos Magyar Vadászkamara, mint érdekképviseleti szervezet folyamatosan szondázza most éppen kérdőívek segítségével a hivatásos vadászokat, ezért elég sok információ birtokában vagyunk, melyeknek a feldolgozása folyamatban van, és meglepő dolgok derülnek ki arról, hogy milyen munkafeltételek és milyen életkörülmények között dolgoznak a hivatásos vadászaink. A vadászkamara az idei évben 350 millió forintos pályázati forrás nyitott meg a civil szervezeti formában működő vadászatra jogosultak számára, hogy a hivatásos vadászaik után fejenként 200.000 forint értékű eszközbeszerzési támogatást nyújtsanak be. Ez nem azt jelenti, hogy 200.000 forintnyi beszerzési lehetőség áll a rendelkezésre, de menné jelentősen több, hiszen 30% önerőt hozzá kell adni a vadászatra jogosult részéről is így azt gondolom, hogy az országban mint egy 1800 hivatásos vadász felszereléséhez az Országos Magyar Vadászkamara anyagi forrásokkal is hozzájárul, mely egy egyszerű, rémegyszerű pályázati adatlap kitöltésével tud megvalósulni. A legfontosabb elem az ez ebben a kérdésben, hogy a hivatásos vadász az a szakma napszámosa. Tehát igazából a vadgazdálkodási, gazdálkodási és egyébként vadászati feladatok is egy vadászatra jogosult életében abszolút a hivatásos vadászhoz, a szakemberhez, a szakmai feladatok irányítójához kapcsolódnak. Mire gondolok? Ugye vadkár elhárításról a mai napon esett szó, illetve a vadkárok generálta problémákról, a vadkár elhárítást azt nem vadászgatással, meg vadgazdálkodási próbálgatásokkal kell kezelni, hanem vadászattal, hozzáértéssel és valódi gazdálkodással. Ennek a munkának a letéteményesiai hivatásos vadászok, és hát minden másnak. Tehát az, amit egy élőhelykezeléssel kapcsolatos, vadállománykezeléssel kapcsolatos feladat halmaznak tekintünk, az mind-mind a hivatásos vadászokhoz kapcsolódik. Számunkra az lenne a legmegnyugtatóbb, hogyha elegendő hivatásos vadász állna rendelkezésre 10-20 év múlva is, illetve a, 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 talán az egyik legfontosabb kitétel, hogy amit most a vadászkamara képvisel is és versenyekkel, hivatásos vadász továbbképzési fórumokkal próbál biztosítani, hogy ezeknek a kollégáknak a szakmai felkészültsége is olyan legyen, hogy hazánk vadgazdálkodása 10-20 év múlva is a világélvonalába tartozhasson.